Na mehet, ülj csak. Már elindítottam. De ki mondta, hogy indítsd el? Na jó, sziasztok! Na, mai műsorunk van sztár vendég, Jancsi és Juliska. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy... Na csak vicceltem. De mindegy, már elmagyarázom, hogy miért loptam ezt el innen. Azért, mert ide nekitámasztottam, mert nem áll meg magától. Azt ilyen szép kis feketeségek jöttek ide fel. Na mindegy. Mai főztünk. Na még egyszer. Mai főztünk brassói sült krumplival. Kezdjünk is neki a munkálatoknak, a főzési folyamatoknak, a folyamatoknak, azt felejtsétek el. Nos, hozzuk is, ja, a kamerásom bemutatom nektek, Piroska néni. Sziasztok! Figyelem, hozom ezt a kis tárcsát, lássátok, erre, most ma faszálunk mindent. Ezen fogjuk a brassóit elkészíteni, remélem, hogy nagyon finom lesz, nem fogom elcseszni. Kiderül. Közben el van dugulva az orrom. Ne törődjetek vele, mindjárt játszok nektek egy nótát. Nos, mondom is, ez körülbelül nem tudom mennyi szalonna. Kérem a segítséget. 15 deka. 15 deka. Én is ezt akartam, csak kíváncsi voltam, hogy tudod-e. 15 deka füstölt szalonnát ráhelyezünk erre az UFO méretű repülő csészeajra. És látható, hogy még egyáltalán nem sül, mivel még nem melegedett fel, de mindjárt felfog. Itt is vagyok. Mindjárt visszajövök, hogy sülni fog. 5 perc telt el, és a kis sülési hangokat már halljuk is. Halljátok? Csámcsogós csappantyú. Slombucos keverések. Nem slombucot akartunk csinálni. Hát de most már mindegy. Nem baj, átkonvertáltuk nektek brassóival, sült krumplival felnyomva. És már milyen szépen sül is. Minden új lassan van. Jó füstölt szalonna, gyerekek. Na, ez kisül. Ez a szalonna. Ki fogjuk venni, hogy nehogy megégjen. A zsírja marad, dobjuk rá a hagymát hamarosan. És majd vissza fogjuk helyezni ezeket a kis szalonnak is darabokat. És úgy látom, hogy ki fogom egészíteni szerintem egy kanálzsírral, egy-két kanálzsírral, mivel nem szeretnénk, hogy a hagyma megégjen, mivel nincs elegendő zsíradék. De majd mindjárt eldöntődik. Lehet, hogy nem is kell kiegészíteni. Na, elkezdek már szépen itt sűlögetni. Istenem, hogy Jó, nem hiszem túlzásba. Akkor elfáradtam. Nos, gyorsan beugrok egy kiszedőért, vagyis átveszem a kamerát. Kihozza az asszony. Közben itt. Meg egy izét is hozzá már létszik. Amiben belerakjuk ezeket a kis darabokat. Jó, ezeket ide rakjuk, hogy benne igen. Igen. De jó lesz. Nagyon-nagyon reménykedek benne, hogy nagyon jó lesz ez az étel, amit el fogok készíteni hamarosan. Mindjárt jönnek hazafele a lurkók is. Tessék, szedd ki te! Nézzük, milyen menő vagy. A képbe bemutatom nektek. Sziasztok! Pirit. Úgy szoktam szólítani, hogy Piri. Mi ez? Kéne annak a fokat. Jaj, egyenben rá nyomjad. Aha. Segítek, jó? Jó. Na, nyomlak. Nyomlak. Tudod, frondav. De már kitaláltam, van. Ezt figyeljetek a spártai kemát. Figyeljetek. Ja. Figyeljetek is. Tanuljatok, hogyha tárcsával dolgoztok. Ennyi az egész. Jó, meg jó. Egy kis menüit. Ennyi az egész, ezt nem kell így killódgatni. Gondolták a nézők, én is ezt csináltam volna. Persze! Ez
Jó. Mindegy, üdvözlőjük minden is. Tessék, megnézni ezt a technikát, és mivel oda ne így égjen a zsír, átadom a mikrofont. A kamerát az asszonynak. Hozom. Jaj. Már elkezdtem. Hopp, és akkor szórjuk. Megy rá a hagyma, hohó, mindjárt meg is éget, nem baj. De hogy fog megégni? Lehozni. Jó, tanultam egy technikát az asszonytól. Nem fogok hozzáadni zsiradékot, mert ez pont elég. Mivel, hogy meg ne égjen ilyen nagy hőn a hagyma, megkérem az asszonyt, hozzon ki egy kis pohár vizet. Jó. És akkor nem is sülni fog, jaj, bocsánat, elnézést, nem is sülni fog, hanem inkább rotyogni, vagy totyogni. Siet az asszony! Lássátok, ezt mondtam nektek, lássátok, mert milyen ilyen nagy hőbe raktam bele, ezért így ilyen dolgok előfordulnak, de viszont, hogyha öntünk rá egy kis vizet, akkor már jó! Ennyi lesz. Ilyen elég lesz. Elég lesz. Spártai Kemál. Nos, ide ezeket a kis hagymákat ide behajtjuk. Ott is van még. Így, szépen. Elvezetetek. Na itt látni lehet, hogy már ilyen kis... Így van. Itt vagyok a kétbe, már is jövök. Közben van egy kis víz is, jó? Kipár, ide hozom a kukikákat. Mint látható, nagyon kis buszta kis csíkokra vannak vágva. Ez pont nem csík, persze, hát miért lenne az? Ilyenekre vannak itt. Vagdosva, gyönyörű szépen látni lehet. Jó, egy-két kis hagyma darabka van, amit nem oda való, ezeket eltávolítsuk. Ó, többi marad, mindegy, ne foglalkozzatok vele, nagyon finom lesz, tudom. Vagyis reménykedek benne. Nos, hozzáadom a húst, és csinálok egy ilyen kis felsütéses nyomást, aztán hozzáadjuk a vizet, és rájön szépen főni. Ez az én technikám lesz, paprikát nem adunk még hozzá, csak akkor, amikor átsütöttük, hozzáadtuk a vizet, és akkor átkeverjük majd, hogy meg ne égjen. Házi paprikát fogok használni, és akkor jön a húsika. Ez az. Mondtad, hogy mennyi? Bocsánatot kérek. Így van. Ez pontosan másfél kiló hús. Ilyen bőrös malac. Én is tudom, megészítem. De. Várod már, Gréti? Tessék, megnézni, amúgy nagyon jó részt, megmondom őszintén. Van, mert én vágtam ötös szavét. Részben. Na, csinálunk egy ilyen kis félsütéses nyomást. Így. Lássátok, itt a szép hagyma. Az asszony hoz egy kis borsot, fokhagymaport, meg egy kis vizet. Átúszom a kamerát. Átvettem a kamerát. Tessék megnézni. Ez egy jó folyamat. Nem folyatag. A folyatag az már. Folyóval gondolok. Látni lehet, hogy szépen a hús kicsit fehéred kifele. Szoktam. Azok nagyon összevesznek, és így kell, veszekedjenek. Várjuk össze-vissza magunkat. Na, átveszi a kamerát, az asszony. Figyelem. Adunk hozzá egy kis borsot. Tehát egy ilyen hintési technika lesz. Nézzétek meg. És akkor nem is visszük fogózásba. Ennyi bőven elég így. Hatogatok vele! Fokhagyma granulátumot fogok használni, mivel fokhagyma, élő fokhagymát úszokon, élőt aztán kaptunk a kisboltba.
Főleg átkiabálom most. De hogy nem van, csak most kitalálom. Azért, mert lusta voltál, azt itt volt egy kis bors, ja, valami, és akkor az szépen. Én is azt mondom. Gyerekek, én megmondom őszintén, eddig MB1-es. Eddig jó az illati. Nagyon szuper minden. Nem szabad nagyon lőni a tűzt. Nehogy lőjétek nagyon a tűzt. Tehát fehéredésig ebbe a hagymás, borsos, fokhagymás témába megkavarjátok, átpörgetitek, aztán hozzáadjátok a vizet, és utána jön a tölpaprika. Tehát még egyszer elmondom, inkább többször, mint soha. Másfél kiló bőrös malacús van itt éppen a UFO tárcsán. Hagyma 20 deka, a szalonna 15. Kíváncsi voltam, hogy tudod. Így van, 15 füstölt. Aztán meghintettük egy kicsit borssal, illetve fokhagyma forral. Ez a folyamat eddig így tart, és így kevergetem most fehéredésig. Erre a közben stille hátul nyomassák, derecskei stílsű részesek, nyomassák. Jó néz ki eddig? Igen, az illata is nagyon jó. Látod? Tessék megnézni! Az ezt már ne te a hátul. Ez is ilyenkor pirészel. Ilyen, te ügyes vagy! Na, várjátok. Na mindegy. Bravo, bemutatom a hátsó fényfényt. A bajta. Nem, lehet meghallgatta hiszen. Lehet. Essen a fejére egy csillája. Nos, megnézem a tüzet, hogy milyen stádiumban van. Ennyire pont jó, hogy ég. Ennél többet ne nagyon égjen. Mert akkor leég. Közben megérkeztek a gyerekek, a jósomék itt vannak. Fogadjátok sok szeretettel őket. Szia, fiam! Újra főzés, fiam! Mi este? Brassói, sült krumplival, fel lesz nyomva. Mi jó volt a suli? Aha. Puszítsad oda, apának. Szia, Nikike! Szia! Jó volt a suli? Igen, jó voltam. Olvastam. Ügyes vagy, szia! Nézd csak, mit nyomatok! Mi ez? Brassói. Brassói. Jó néz ki? Igen. Nikike. Tesztek belőle finnyomakat. Akkor nem tárcsát? Be a dugóba az órom, hallod? Akkor lehoztam a cipőmet, majd mehetünk edzeni. Mehetünk edzeni? Jó van. Nos, én azt gondolom, Réta, jó, most már el innen, gyerekek. Már meleg. Itt a forróságból el, te is, Rétike. Én azt gondolom, hogy kifehéredett a hús. Így hát, Niki a házi paprikát fogja nekünk kihozni. Még én átveszem a kamerát. Várjatok. Sziasztok! Tessék megnézni. Ez amúgy jó néz ki. Hagyma van benne, vagy mi van? Hagyma van benne, jányom. Fokhagyma. Kicsi bors, pici. Akkor ezt kifőztette a hús, te? Igen, én meg anya vettük a boltból, megfőzzük nektek finoman. De senkit nem hívunk, van önnek. Na megállítom a videót, mert szerintem soká jön. Lehet egy kávé kiszik. Ha itt vagy? Akkor nem állítom meg a videót. Jó. Nos. Kedves nézőink. Paprika. Házi paprika. Házi paprika. Van. Ezért megkincsük. Így. Tölti. Ez olyan lenne, mint a kicsit. Piros paprika. Hát, mert ez az. Vagy nem piros paprika, hanem piros vér.
nem az, hogy még cukor. De úgy néz ki, mint a vér. Nem. De. Nem. Nem úgy. Miért úgy néz ki, paprika? Nem látod? Na, adunk hozzá egy kis vizet. Kis víz. Ez hamar meg fog tőni, mert valaki... Kevés víz. Igen. Nos. Jó, nagy lesz a víz. Fog megeszni kiket. Igen, ez a felmerüljátok itt. Várjátok, majd nyitom. Meleg vagy, nem? Forró. Ez meleg. Na, azért is megfogom még egyszer. Hát megígetted a na, közön. Hát az a helyzet, hogy nem tudunk állítani rajta. Ide hesseljük. Megígni a kezedet, meg egyszer is belement a körmödbe a víz. Megint megfogod. Nem foglalkozzál vele, fiam. De én foglalkozok. Mert te vagy az apukád. Igen. Én is fogok. Te is szereted apukád? Igen. És te? Szeressetek. A szalonnát nem rakjuk még bele, majd előtte egy olyan 10 perccel fogunk bele rakni. Mi előtt? Hát a megfővés előtt. Megfővés előtt. Ez szalonna. Ez egy olyan 10-15 perccel. Anyu, még rakunk bele borsót is. Nos, én azt mondom, hogy egy kis paprikát még adunk hozzá. És akkor? Akkor most tényleg jól néz ki. Jól néz ki, várod már? Igen, várom. Jókot fogtok enni, garantálom nektek. De akkor még mit főztünk? Az a jó, hogy házi paprika. 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 Akkor még mit főztök? Ennyit csak, vagy még sokat főztök? Birkát, pacalt, marhát, palacsintákat, mindeneket. Hát hogy mert ne? Ma van a húsvét. Hát hogy ne már? Tényleg? Ne. Hát ennyit főzünk, hova ennél annyit? Tiszta formos lesz, egy gyerünk járni. Na, mit akartam mondani? Raktál rá piros paprikát. Ja igen, az a jó, hogy ebből nem olyan sok kell, ebből a háziból, és nem is lesz paprika ízű, mert a bolti, egy kiesett, egy kis húsika nem baj, a bolti baza rossz, hogy nagyon sok kell belőle, hogy valami színe legyen, de már akkor már paprikás, tiszta paprika ízű, az nem lehet. Úgyhogy tessék most megnézni, kedves nézőim, nagyon várja, tiszta, erébű, nekifutású várja. Hagyd ném, hogy várod. Nagyon jól. Jó. Na most megkérjük Pirikét. Pirike, na? Menj rá a kamerával. Na, így néz ki, és most ez szépen meg fog főni, aztán a sült krumplit fogjuk megsütni. És akkor jön a tálalás. De azt is itt a tárcsa? Hát a gondolkozok rajta. Úgy finomabb volna. Tárcsán süssük a sült krumplit. Igen. Igen? Igen. Eldöntsük, még várjunk ebben, mert nem tudjuk, hogy mennyi olaj kell. Lehet, hogy bent fogjuk megsütni. Jó, bent megsütni. Visszajövünk. Újra jöttem. Nos, körülbelül olyan 25 perce fő, és úgy gondoltam, hogy tehát 25 perc múlva ezt hozzáadjuk, ezt a borsót, ez egy fagyasztott borsó. Majd benne kicsit kiolvad, úgyhogy nehogy. Kb. Fél kiló. Fél kiló? Uh-huh. Ezt is szépen rászolt. Jön a kis borsó. Nehogy nagy tüzön főzzétek, mert akkor jön a mumus. Jó, vicceltem. Mumus. Nem a mumus. Hát. A kutyus. Kutyus. Viccet félretéve odaragad. Tehát, hogyha nagyon nagy lángon főzitek, akkor leég valami. Elég. Szépen van idő. Rajta van a borsó, hogy szépen mindjárt kifő belőle a zamatságok. Meg a samat. Ez is házi borsó. A mama borsója. Jaj, igen, 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 igen. A mama borsója. De ez a tavalyi borsó. Hát idei még nincsen. Jó, még ez? Egyáltalán? Hogyne. Ki halljon meg. Kinek eljött az idei? Igazad van. Na, jó ez a borsó, fagyasztva van. Jól néz ki, az a szín. Szépen átkavarjuk. Hagyj följön meg, és akkor egy olyan készen léti állapot előtt 15 perccel hozzáadjuk a
füstölt szalonnát. Ízlés szerint lehet fokozni, delikát, ki mennyit rak bele, vagy valaki nem rak bele, az se baj, csak sót. Szóval ez majd rátok van bízva, hogy ki hogy fokozza az ízét. Közben bekaptam egy mákos kalácsot, úgyhogy nem merem kinyitni a számot, mert gondolom, dugik van már kal. Igaz? Nincs. Nincs? Akkor jó. Na szépen, hagyj följön, mit szóltok hozzá a kinézethez? Ó, nagyon guszta, az illat is nagyon jó. És most eljátszok nektek egy dalt, figyeljétek! Csak nem tudok játszani, mivel Mici Mackó elvitt a gitárt itthonról, úgyhogy inkább táncolok nektek egyet. Itt van a Kemán, itt van a Juan Miguel, az Ezel bátya nagyon kevert. Itt van a Kemán, itt van a Juan Miguel, az Ezel bátya nagyon kever most rád. Hát üntsed a piát. Na, adunk neki egy kis tüzet. Kezdjen elrotyogni. Följél! Egy kis grind base. Nos, itt vagyok, újra jöttem! Csináltam egy olyan kis rafináltságot, rafinált dolgokat, hogy lefettem alufóliával, hogy minél hamarabb följön meg a hús. Így hát alufóliát alkalmaztam, mert nem volt ilyen nagy fedő. Nézzük is meg, hogy mi van itt alatta. Szedjük. Azt a betyár, nagyon jól néz ki. Egy olyan 15 perc is kész van. Tehát most a füstölt szalonna darabokat, ezeket szépen rászórjuk. Így ám. Megszórjuk a kis szalonna darabokat, átkeverjük, és egy 15 percig még felsüssük, jó szaftán, még jobban. És akkor kész is van. Tehát ízlés szerint delikátot, sót, ki mit rak bele. Én raktam bele, meghintettem egy kis delikáttal. Megnézzük, hogy só kell-e bele, mert ugye a delikádban van só is, úgyhogy nem szabad úgy csinálni, hogy bedelikádozzuk, és akkor majd első mindig meg kell kósolni, hogy a delikát mennyi sót eresztett ki. És akkor úgy meg tudjátok az ízét nyomni. Nagyon jól néz ki, én meg kóstolom. Megnézem a borsót, hogy megfőtt. De finom gyerekek. Tényleg? Nagyon jó. Ezt még szadnál egy kicsit belül. Na, kóstoljuk. Egy húst adjál nekem. Húst? Uh-huh. Anya. Megfújod, de cuki vagy. Tessék, boszorkány. Hm? Mi? Nem, azt mondtam. De. Nem azt én mondtam. Én hallottam, mert szoktam. Megnézzük a sót, mert szerintem ebben minden én jó. Én is meg akarom. De finom. Igaz? Nagyon jó. Én is akarom. Mindjárt adok neked is. Nos, mindjárt visszajövünk. Na, sok híja van már? Lehet, sok híja van. Csak mit hoztam neked? Finom eperbort. Eperbort? Igen. Hát akkor... magamnak is hoztam. Egészségedre köszönöm. Egészség. Jó, jó. Az itt már egy húzóra le iszol. Úgy, járok nektek egy bort. Hol vettük? Pennybe. A Pennybe van eperbor. Ilyen csatos üvegű. Nagyon-nagyon-nagyon finom. Ezt szoktuk inni mindig. Úgyhogy... magába is jó. Egészség. Hú, nagyon jó lett volna a kajánat. Nem soká megfő. Sül a sült krumpli, és most már tényleg jön a tálalás. Egészségünkre. Mi? Néma megitta.
Az itt nem berúgtam. De hogy? Itt is vagyok, itt a spártai kemál, és elkészítünk, nézzétek meg, jó, szaftos lett. Nagyon-nagyon finom lett, fel van ízesítve, pont jó, minden el van találva. A sült krumplit pedig itt süssük ki, vagy bent? Hát, ahogy szeretnéd. De ezt még el kell mosni az a helyet. Akkor bent. Bent kisütsük, a sült krumplit már én berúgtam, és olyan finom lett ez, gyerekek, hogy fergeteges. És már is tálaljuk, és eszik a lurkók, az asszony, és én, anyósom. Mindenki! Na, sziasztok, jövünk visszatállalással. Nos! Na, kóstoljuk meg, mit főzött Emil. Minőség ellenőrzés, a lurkók már lettek. Finom? Nagyon. Gyerekek, milyen volt? Finom volt? Igen. Egészségetekre. Asszony? Ez igen, még ilyen finomat nem ettem. Na, örülök neki. Egészségetekre. Egészség. Eperborral. És akkor, kedves nézőink, itt látható a brassói sült krumplival, vegyes vágottal, és itt barna kenyér éppen. Az van. További jó étvágyat kívánok, asszony, és készítsétek el ti is az én receptem alapján, amit így magyaráztam nektek, de majd lehet, hogy ki fogom írni ide a sarokba, hogy mi a hozzávaló. Legyetek áldottak erőben, egészségben. Puszilom mindenkit. Sziasztok! 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 Nagyon sok volt a szenvedés, nagyon sok volt a könnyezés, szegénység tombolt.